Egyetértek azzal, hogy védőoltásra senkit ne lehessen kötelezni, és annak hiánya miatt senkit ne lehessen büntetni vagy korlátozni. Így szól az a kiáltvány, amit novemberig több mint 38 ezeren írtak alá az interneten. A legnagyobb közösségi oldalon jött létre a Normális Élethez Ragaszkodunk elnevezésű csoport. Az oldalon megjelent cikkekben az szerepel, hogy szerintük miért felesleges, sőt, mint írják, az egészségre ártalmas maszkot viselni, és miért nem akarják, hogy a koronavírus elleni védőoltást kötelezővé tegyék. A csoport több mint 78 ezer taggal rendelkezik, és a bejegyzéseik alapján úgy tűnik feleslegesnek és álságosnak tartják a járványügyi intézkedéseket. Olyan üzlettulajdonosok jelentkezését várom privát üzenetben, akiknek elegük van a maszkokból. Ez pedig már az egyik szintén vírustagadó Tolna megyei csoport legutóbbi bejegyzése. Ternák Gábor belgyógyász, infektológus azt mondja, a vírustagadás emberi életeket követelhet, ezért veszélyesnek tartja azt. Kiemelte, fontos maszkot viselni. A vírusok által okozott járványokat mindig nagyon komolyan kell venni. Ez nagyon sok emberi életet követel, az a koncepció, hogyha ezeket nem veszik komolyan. Kimutatott tény, hogy azokban az emberekben, itt a Covid járványal kapcsolatban, akik normálisan viselik a maszkot, a fertőződés lehetősége alacsonyabb. A csoport tagjai szerint a járványügyi intézkedések pusztán üzleti célokat szolgálnak és emberi jogokat sértenek. Ternák Gábor azt mondja, vírustagadók mindig is léteztek, miattuk sokan meg is haltak már a múltban is. Ez egy katasztrofális ostobaság, hogy röviden összefoglaljam a véleményemet. Most felejtsük el azt, hogy most Covid járványban. Ezeknek a csoportoknak a hatására például Angliában, ez egy 10 éves történet, elkezdték mondogatni, hogy az autizmus attól van, hogy van a gyereket beoltatják mindenféle többek között kanyaró ellen is. Most a fokékony szülő közül sokan nem vitték el a gyereket kanyaróoltásra, ennek következtében megkapták a betegséget. A kanyaró szövődménye az agyvelőgyulladás. Ezek a gyerekek életük végéig nyomorékok maradtak. A szakember több példát hozott fel arra, milyen súlyos következményei lehetnek a vírus tagadásnak. Ternák Gábor veszélyesnek tartja, hogy ilyen hamis információk terjedhetnek a világhálón, és véleménye szerint szigorúan szankcionálni kellene az ilyen véleménynyilvánításokat.